vezetés új megvilágításban. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. A ló az ló. Egy nem mindennapi könyv, ami eddig itthon soha el nem mondott, le nem írt őszintességgel van a lovakról. Egy könyv, amely új fejezetet nyit a ló és lovas ember kapcsolatában. A lovak bibliája. A ló az ló. A könyvet megrendelheti az alábbi linken lovaskönyv.hu. Sportosak! Taxit szeretne rendelni? Ne tétovázzon! Hívjon engem! Igen, jó hallotta, engem! A Taxify támogatásának köszönhetően kellemes utunkat akár egy sportos beszélgetéssel is feldobhatjuk. Utazzon velem a sport és a fair play szellemében. Hívjon! 70 94 80 98 1. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vele vendége a tavalyi év Rally Európa bajnoka, ifjabb Érdi Tibor. Szervusz, üdvözöllek. Ugye Pap Györggyel együtt a RC2-es kategóriában lettetek Európa bajnokok. Eltelt azóta pár hónap, és elkezdődött az új év, elkezdődik az új start. Hamarosan újra autóba kell ülni, és megkezdődik a 2018-as szezon, amelynek egyes hírek szerint úgy vágtok neki, hogy meg akarjátok védeni az Európa bajnoki címet. Tehát nem dobogón akartak végezni, tehát konkrétan kijelentettétek, hogy címvédés a cél. Igen. Én azt gondolom, hogy elég magasra tettük a mércét ezzel az Európa bajnoki címmel. A pályafutásom alatt mindig megpróbáltam átugrani azt a lécet, amit mások állítottak. Most mi tettük magasra a lécet, és mi diktáljuk azt, hogy mit kell átugrani. Válaszolva a kérdésedre, elkezdődik az év. Nekünk elkezdődött már. Voltunk egy tesztversenyen a hóba, tanulás jelleggel egy olyan lett versenyzőnél, ahol neves rally pilóták is megfordultak. Én azt gondolom, hogy a versenyen elért eredményünk és az időeredményeink biztatóak voltak. Dicséret illette a munkánkat, az ottani kinti munkánkat. Elismert ez az emberke, hogy jól csinálok dolgokat, bizonyos dolgokban kell még fejlődnöm, de megtisztelő az, hogy nálamnál sokkal gyorsabb pilóta ott helyben, azt hozzá kell tennem lokálisan, ő egy elég gyors pilóta. Nem véletlen mentem ő hozzá tanulni, hisz a Murván nagyon-nagyon gyors. Nekem még a Murván van hova fejlődnöm, ezt érzem is. De itt is Murván gyakoroltatok? Ez hó volt, de a körülmények, illetve a jelleg a szöges gumival a havon, az nagyon-nagyon hasonló a Murván való menéshez. Ez egy holt szezon volt gyakorlatilag a tavalyi év vége és az idei év szezon kezdet előtt, és ezzel töltöttük ki, hogy fejlődjünk is valamennyit, szinten is maradjon a készségünk, és mégis fejlődjünk valamennyit. Mit mondott, mi a hiba, miben kell még fejlődnöd? Meghatározta, hogy
gyakorlatilag 140-ig nincsen semmi probléma, ugyanúgy csinálok mindent, mint ő. Ezért dicséretet kaptam. Ami, ahol fejlődnöm kell, a 140 fölött. Ez a sebesség. Ez a sebesség, igen. És hát gyakorlatilag én erre nagyon gyorsan válaszoltam, oké ember, de nálatok kell csak ilyen gyorsan menni Murván, illetve havon. Máshol, más jellegű pályákon ilyen gyorsan azért nem kell közlekedni, mint náluk Lettországban. Ez sajátossága az országnak, hogy ilyen gyors pályáik vannak. Úgyhogy én nagyon ülök neki, hogy sokat fejlődtünk a verseny során. Az elején relatíve sokat kaptunk, de nagyon-nagyon sokat fejlődtünk, és időeredményeken láttuk azt, hogy gyakorlatilag, ahol véget ért a verseny, ott kellett volna nekünk számunkra elkezdődjön. Hisz ott már versenyképesek voltunk a dobogóért is, nagyon-nagyon minimális időkülönbséggel csúsztunk le az első helyről, de, vagy a dobogóról, amiben volt saját hiba, navigátori tévesztés, illetve tehát összességében mindenki én azt gondolom, hogy mindenben volt egy pici, meg lehetett volna a dobogó, de nem azért mentünk, hanem azért, hogy tanuljunk. Az már csak egy pozitívum lett volna, ha még a dobogóra is felállunk, ez nem sikerül, de teljesen jó szájízzel jöttünk el, és tényleg sokat, szemléletben sokat fejlődtem, én úgy gondolom. Hány napos volt ez a kis kiruccanás? 3-4? Mennyit tudtatok vezetni most konkrétan? 2 napot ment teszteltünk, ami ilyen oktatásra bekötött tesztelés, ott mentünk összesen körülbelül 100 kilométert, illetve még egy 100-os volt a verseny, tehát gyakorlatilag egy EB távot azért teljesítettünk. És hát izgatottan vártam azt, hogy az időeredményünk azért hova lesznek jók, hisz volt egy páros, akit Murván megvertünk az Európa-bajnokságon. Itt a havon azért egy kicsit lejjebb maradtunk tőle, de a végére azért odaértünk, és tényleg teljesen jó szájízzel jöttünk el. Mikor kezdődik, és hol lesz az első EB futam? Az első EB futamunk az Azori-szigetekkel kezdődik. Ez portugál fennhatóságú sziget. Tehát magyarul ott nem lesz hó? Ott nem lesz hó. Cserébe, hogyha azt kiejtem, hogy Azori-szigetek, mindenki gyakorlatilag fölkapja a fejét, hogy hű-hú. Nagyon szép sziget, de talán a legnagyobb kihívás lesz az év során. Maga a pályáknak a nyomvonala, jellege egy nagyon-nagyon odafigyelős, összpontosítós versenyzésre sarkalja a pilótát. Ezt úgy kell képzelni, hogy ilyen 3-3,5-4 méter magas nyomvájúba kell végig közlekedned, hol nagyon gyorsan, 5. száz. És abból kilépsz, akkor mi történik? Hát gyakorlatilag sziklafal van, tehát falak között versenyzünk. Ennek sajátossága, ennek a versenynek az, hogy nagyon gyorsan kell menni ezek között a sziklafalak között. Nagyon kevésszer látod magad előtt a pályát, hogy tehát nagyon keveset látsz előre. Igen, tehát nem látod, tudod, hogy hová fogsz menni. Fogalmat sincs. Egyik kanyarból a másikba kell beleesni. De hát akkor figyelj, de bekötött szemmel is vezethetnétek. Nézd, egy nagyon jó itiner kell hozzá, az biztos. Ugye ezt kettőből kell megoldani. Kíváncsian várom, hogy milyen itinert fogunk tudni írni. Én azt gondolom, hogy mondjuk ezzel nem lesz probléma, de vannak fenntartásaim a versennyel kapcsolatban. Ezt a eddigi évek alatt sikerült elkerülni ezt a versenyt. Mi nem voltál ott soha? Soha nem voltunk. Hoppá. És kétkedve várom ezt a versenyt. Most már nem sok időm. Várj. Kétkedve vagy félve? Kétkedve, nézd. Hogyha az ember félve áll valami elé, azt úgy is fogja teljesíteni. Jó, persze, most ezért tettem fel a kérdést, hogy tisztázzuk. Félni nem, abszolút nem félek. Én azt gondolom, hogy meg fogunk tudni felelni a követelményeknek. Biztos, hogy nem fogunk butaságot csinálni csak azért, hogy akár egy helyen is előrébb végezzünk. Hosszú a bajnokság, nem az elején kell megnyerni. Ez az, na most épp ez az. Ugye 8 futam van az EB. Igen.
és 4 futam eredményét veszik alapul, miután eldől, hogy ki hol végez. Na most erre nektek miért van akkor szükségetek erre a szigetekre? Úgy döntöttünk, hogy a tavalyi évből kiindulva úgy döntöttünk, hogy idén elkezdjük a legelső versennyel a bajnokságot. Tavaly ugye nem kezdtük el, csak a második versennyel, és az év felénél értük utól az ellenfeleket. Nem ráértek? Nézd, tavaly végig az eredmény után futottunk, és végül is az utolsó versenyen sikerült megnyernünk az Európa-bajnokságot. Idén megpróbáljuk azt, hogy rögtön az elején elkezdjük, és ne kelljen ennyire... Szóval akkor most nem izzadságszagú győzelmet akarsz a végén, hanem egy végig mosolygós győzelmet akarsz a legvégén bezsebelni. Legalábbis nem szeretnék azon izgulni, hogy ha véletlen valamelyik versenyt nem tudjuk befejezni, akkor nem marad mögöttünk, vagy előttünk tartalék verseny. Akkor mind a 8 futamon elméletileg indultok, vagy? 5, illetve 6 futamot tervezünk. Tehát ebből ugye a szervezők úgy döntöttek, hogy idénre csak 4 versenyt értékelnek nekünk, hogy vonzóbbá tegye más párosoknak is ezt a bajnokságot. Már most tudom, hogy lesznek új párosok, új belépők. A tavalyi barátaim, versenyzőtársaim ugyanúgy jönnek idén is. Magyarok is jönnek? Mert hallom, hogy rengeteg magyar rally is most átment a Európa bajnoki futamokra. Igen, a mi kategóriámban nem tudom, hogy lesz-e valaki, aki meglepetésszerűen odajön. A magasabb kategóriában hallottam én is, hogy jönnek új párosok. Ez gyakorlatilag engem túlzottan nem érint, mert nem az én kategóriám. Én azt gondolom, hogy erősebb lesz idén a mi kategóriánk. Ezáltal, hogy csak 4-et értékelnek. Nekünk még akkor nagyobb erőbedobással kell. Akkor 4 első kell, és nem is kell többet menni. Igen. Hát ilyen egyszerű. Pontosan, de hogy mit hoz élet, ugye amikor benevezel egy bajnokságban, sosem tudod azt, hogy mennyire lesz erős. Már most tudom, hogy erősebb lesz, mint a tavalyi, hisz 2 párosról is tudok, aki elindul a szezon során. Az egyik egy visszatérő, ha jól tudom, argentin, vagy Paraguay talán, tehát egy tengeren túli versenyző is jön. Ő ellen már versenyeztem, és akkoriban nem volt túl jó technikánk, és sikerült neki megvernie. Kíváncsian várom, hogy idén hogy alakulnak a erőviszonyok. Technika. Autó egybe van? Nincs, sajnos. Hoztak egy új szabályt, ami alapján biztonsági tankkal kell felszerelni az autót. Ez gyakorlatban mit jelent? Mi laikusok mit képzeljünk el? A széria benzintank, ami fémből van, és ezzel gyártották, és ezzel szerelték utcára a széria autókat, ezt ki kell cserélni egy biztonsági gumi tankra, aminek persze megvan az alja védelme mindene, hogy ne sérüljön, de mégis a tavalyi évben egyen magasabb kategóriában 3-4 autó is porig égett. Pont az üzemanyagtanknak a hibája véget, mert nem volt meg a megfelelő szellőzése, fölfújodott és kidörzsölte a kardántengely, majd a forró kipfogóra ráömlött a benzin, és szó szerint porig égett az autó. Na most nekünk sajnos ilyennek kell felszerelnünk az autót, és rettegünk, mert a széria tankkal még Mitsubishi versenyautó nem égett le. Ezt a biztonsági tankot több éve tudnánk használni, de nem használtuk, hisz biztonságos volt a széria. Ennek ellenére úgy döntött az FIA, hogy szereljük be ezt a tankot, viszont nem hagytak rá elég időt, hogy elkészüljön, hisz 3,5 hónap alatt gyártják le ezt a biztonsági tankot, meg mire a certifikációja elkészül, stb. És hozzánk jut, úgyhogy kicsúsztunk az időbe belőle. Hiába adtuk le relatíve időben a megrendelést, nem ér ide az első versenyre. Muszáj vagyunk bérelni autót, ami sajnos nem egyszerű, hisz ilyen gumitankkal szerelt autó azért nem sok van Európában.
feladtunk egy hirdetést, van egy erre szakosodott internetes portál, ahol az autósporttal kapcsolatos dolgait el tudod adni, hirdetni tudsz rajta. Mi ide feladtunk egy hirdetést, hogy keresünk autót. Jött is egy pár ajánlat, amiből tudtunk azért válogatni, de olyannyira nem egyszerű, hogy 2 hét van a repülő indulásáig, de az autót azt még csak most fogjuk lefixálni a versenyre, tehát nem állunk túl jó időben, de úgy néz ki, hogy autónk az lesz. A vezetés egy ilyen tankkal, biztonsági tankkal felszerelt autónak gondolom ugyanaz, tehát nem, vagy vezetés... súlyban nem jelent különbséget, tehát... Talán egy picit könnyebb tud lenni ettől a tanktól, de vezetéstechnikailag nem más, abszolút nem más. Ugyanaz, csak ez biztonságtechnikailag elméletileg. Akkor most annyiból kellemetlen, hogy nem a saját autóddal tudsz versenyezni. Hát ez azért nem kicsit kellemetlen, hisz az enyémet megszoktam, ismerem. Beleülni egy másik autóba azért mindig más. Mondjuk a legjobb meglepetés az most ért idén, hogy itt kint ezen a LED versenyen egy olyan autóba tudtam beleülni, ami az utolsó Európa-bajnoki futamon tavaly bizony a felsőbb kategóriás autókat is meg tudta verni, akkor nem értettem, hogy mitől gyorsabb ennyire tőlem ez a pilóta. Nyilván ebbe döntő szerepet azért a tudásában rejlett, de maga az autó is szenzációsan jó volt. Például sok-sok bérautóba ültem már, de ennyire gyorsan nem barátkoztam meg ennyivel egyikkel sem. Egy roppant-roppant kezes autó volt. Nagyon össze volt rakva. Nagyon össze volt rakva. Tényleg nagyon jó autó volt, úgyhogy nagyon könnyen össze tudtam vele szokni. Ez nagyon fontos egy pilótának, amikor beleül és rögtön megérzi a komfortját benne. Itt megtaláltam. Viszont volt olyan bérautó, amivel leversenyeztem egy fél versenyt, mire megéreztem úgy, ahogy a komfortomat. Úgyhogy nem tudom, hogy mit hoz az Ori-szigetekre jövő autó. Minden esetre annyit kértem a édesapámtól, hogy ha már egyszer bérautóval megyünk ezen a versenyen, akkor hagyj tesztelhessek előtte ott a szigeten, mert a tavalyi évben szinte 0 tesztkilométerrel futottuk végig a szezont, és ezen szeretnék azért valamennyit változtatni, hogy idén legalább többet tudjak a verseny előtt beleülni az autóba, és úgy nekifutni a versenynek, hogy azért már egy kicsit bele vagyok rázódva ebbe a történetbe. Úgyhogy már máshogy indul a szezon, hogy kint az adott helyszíneken, jelen esetben az Azori-szigeteken a hivatalos teszten már tudok menni az autóval. A következő második EB futamon már akkor az autóddal fogsz menni. Igen. Az mikor lesz? Május. Májusban a Kanári-szigeteken. Oda már harmadszor fogunk visszatérni. A tavalyi évben megnyertük ezt a versenyt. Ezt nagyon-nagyon várom már. És tehát nem magyarul, csak én hogyha várom. Most ha az első nem úgy sikerünk a dolgok, no problém, mert a másodikon meg ma helyre teszed a saját autóval a elvesztett pontokat. Ott mindenféleképpen nem kérdés, hogy nyerni szeretnék. Itt az Azori-szigeteken azért a tavaly mindkét ellenfelem indult ezen a versenyen, tehát ez nagyon-nagyon nagy előny számunkra, hogy ők már versenyeztek, és tudják, hogy mire számítsanak. Én az ismeretlenbe fogok kimenni, és az ismeretlenbe kell gyorsnak. De ebből is tanul az ember, azt mondja. Mindenképpen. Tehát amikor kiesel a komfortzónából, azért azt tanulsz belőle sokat. Meglátjuk. Tehát én bízom saját magamban, bízom Gyuriban, az, hogy milyen autót fogunk kapni, az még egy X. Számít az nálad? Nézd, azért... Sok lesz az új együttható, hogyha azt nézem, hogy nem indultam még ezen a versenyen. Jó, ne ezt nézd. Nézd az, hogy te vagy a Európa bajnok, Érdék Tibor, mindig mit adnak, beülök, kell talicskát is, és akkor is első leszek. Tessék így hozzáállni, nem? Nyilván, meg nem szeretnék, tehát megfeszülni. Csak menjen végig az autó, ne legyen probléma, ne legyen az, hogy a cél előtt lerobban az autó, leáll. Mindenféleképpen jó ízűen szeretnék versenyezni, tehát tavaly bizonyítottunk.
idén nyilván kell még többet azért bizonyítani, hisz meg kell mutatni, nem véletlen lettünk Európa-bajnokok, de szeretnék. Ez most plusz teher, vagy nem? Plusz teher, tehát azért most idén mindenki minket szeretne majd megverni, ez azért plusz teher. Hát akkor tessék, azt mondom, így hozzáállni, te én vagyok az érdi, lehet a talicska is, nem számít. Nyilván, tehát de azért plusz teher lesz. És akkor az autó is átveszi, ha nagy érdőről bennem, akkor jó leszek, és akkor kezes bárány leszek, és akkor megyek. Meglátjuk, új impulzusok fognak biztos érni azzal, hogy mind a szervezők részéről kiemelt figyelmet fogunk kapni. Ez mit jelent? A média megjelenésben már tavaly évvégén szóltak, hogy média megjelenésben többre számít csak, mint a tavaly évben. Jön, ugye Európa bajnok, tehát ugye... Igen, tehát... A kategória arca most te vagy? Abszolút. Az RC2-nek? Igen, úgyhogy meglátjuk. Egy valaminek nagyon örülök, hogy a tavalyi versenyzőtársaim is jönnek. Az egyik versenyzőtárs orosz egység, ők már tavaly jelezték, hogy jönnek, az olasz egység... Ők velük úgy váltunk el, hogy nagyon köszönik a tavalyi évet, de ők úgy érzik, hogy a vége a pályafutásuknak, abba hagyják. Ehhez képest most olvastam neveztek a sajtóközleményeket, hogy elindulnak, mert annyira tetszett nekik a tavalyi év. Uh-huh. Ezzel én is így vagyok, és nagyon örülök, hogy jönnek, mert... Azt is olvastad, hogy azért, mert hogy nem akarnak bele nyugodni, hogy egy érdő lett az Európa bajnokok, meg akarják előzni? Persze a sajtóközleményben az is ott volt, hogy idén szeretnék azért ezt szorosabbra tenni a viadal, de hát állok elébe, én nagyon-nagyon várom tényleg. Harc legyen harc. De nagyon-nagyon elszaladt az idő, tehát 2 hetünk van a versenyig, és amennyire vártuk, hogy egy picit rá tudjunk pihenni erre a szezonra, és lesz egy kis szünet. Uh-huh. Nagyon-nagyon sokat dolgozott a csapat annak érdekében, hogy egy ütőképes autónk legyen az idei évre, meglegyen minden feltétele a címvédésnek. Ha csak abból indulok ki, hogy Ausztráliából most érkezett meg a váltónk, Svédországban a motorunk még mindig készül, a fékpadon programozzák, próbálják a teljesítményét még jobban kihegyezni. Ugye a gumitank, az ATL gumitank Amerikában is gyártják, de 2 hónappal után derült ki, hogy mégsem Amerikában, hanem Angliában készül a mi tankunk, úgyhogy világ minden pontjáról gyakorlatilag hordódik össze az alkatrész hozzá, Hollandiából a fék dolgok, tehát itthon meg összeszereljük, tehát azért dolgozik a csapat azon, hogy... Akkor gyorsan elment ez a hordidény? Nagyon-nagyon gyorsan, tehát mondjam azt, hogy pikpak, tehát egyik pillanatban még élveztük, hogy van egy pici időnk, a másik pillanatban nem azt mondom, hogy kapkodni kell, de azért ki lesz hegyezve az is, hogy odaérjünk a Kanári-szigetekre, tehát nagyon a végén fog. Pályát megnézted már számítógépen, vagy valahol utána néztél már azért, hogy ennek teljesen? Ennek az Azori-szigeteknek sajnos utána néztem. Nagyon-nagyon gyorsan kell menni rajta, és nagyon-nagyon vakon. Tehát most a vakont azt úgy értjük, hogy ugye navigátorral, de nem ilyen beláthatatlan kanyarok végig szinte 20 kilométeren keresztül. Itt fejben nagyon erősnek kell azt gondolom lenni, és nem hibázni. Még annyit sem szabad hibázni, mint más versenyeken. Édesapád tud tanácsot adni? Mit mondott? Itt már sok mikor mindent... látta, mit mondott? Nézd, amikor úgy döntött, hogy induljunk el ezen a versenyen, akkor persze ő is azt nézte, hogy hű, milyen szép verseny, az milyen jó verseny. Hát amikor leültettem a verseny elé, vagy mi a monitor elé, és végignézettem vele egy, nem egy teljes gyorsot, de csak részleteid, akkor egy kicsit meghökölt, hogy jaj, tehát ez azért melós verseny lesz. Ha csak azt nézem, hogy bizonyos részei nem esőbe, hanem olyan szintű párába is ködbe zajlik, hogy az orrodig nem látsz, a másik része az szintiszta napsütésbe, de bent egy ilyen 3 méteres homokfalak között
tényleg egy katlamba, majd bizonyos részei bent esőerdőbe, szó szerint esőerdőbe a sárban. Úgyhogy izgalmas verseny lesz. Nagyon, nagyon várom azt, hogy mennyi hátrányunk származik abból, hogy mi tavaly nem indultunk ezen a versenyen. Zárásként, akkor évvégén 4 trófea lesz ott? Nézd, az Európa bajnoki trófeát mindenképpen szeretném itthon tartani. A másik 2 trófeát a Magyar Nemzeti Autósport Szövetségtől kaptam, mint legeredményesebb külföldi pilóta, amire büszke vagyok, és nagyon szépen köszönöm nekik, hogy gondoltak rám. Bízom benne, hogy itthon tartjuk az Európa bajnoki címet. Sok sikert hozzá. Köszönöm. További sportosat. A Dino Sport híradó autós partnere a Premium Autóház Kft.